Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Salgó Attillát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Pest megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensét üdvözlöm. Üdvözlöm, és üdvözlöm a nézőket is. Azért nincsen rajtunk maszk, ezt szeretném elmondani a nézőknek, mert egy habaszúros berendezés vigyáz ránk a beszélgetés alatt, valamint megvan a másfél méter távolság köztünk. Adó, változások, nagyon sok minden változik 2021-ben. Kezdjük talán ott, hogy milyen változások lesznek az egészségügyi ellátásra vonatkozóan idéntől. Így van, 2021-ben szintén változtak az adótörvények, és csak kisebb adóváltozások léptek életbe, de úgy gondolom, hogy ezekről is fontos beszélni. Ha már ebben kezdtünk, ugye egészségügy pandémia van. Pandémia idején szerintem nagyon fontos, hogy mind a szűrővizsgálat, mind pedig az oltóanyag adómentes lesz, nem csak most, hanem a jövőben bármilyen hasonló járványhelyzetben, bármikor. Ehhez kapcsolódik, hogy szerintem mindenkinek érdemes utána néznie, hogy rendelkezik-e egészségbiztosítási járulékkal, tehát befizette azt az összeget. Ez január 1-től, aki nem fizette, mert 8000 forintra emelkedik. Ez azt jelenti, hogy napi 270 forintot kell félretennünk az egészségünk érdekében. Nem gondolom, hogy ez egy olyan nagy összeg lenne. Bocsánat, ennek hol lehet utána nézni? A szolgáltatásnak? Igen, hogy megvan-e a befizetés. Hát akinek ügyfélkapuja van, az ügyfélkapun otthonról is le tudja követni, akinek pedig még nincs ügyfélkapuja, akkor szerintem fáradjon be egy ügyfélszolgálatra, tud nyitni 5 perc alatt egy ügyfélkaput, és ott meg is tudják mutatni, hogy pontosan hol lehet ezt lekérdezni, hogy ne az orvosnál szembesüljünk abba, hogy ég az a bizonyos piros lámpa. Igen, ez tényleg nagyon fontos. Azonban hogyan változnak a gépjárműadóval kapcsolatos adózási feladatok, és mikortól? Igazság szerint, ha nagyon rövid a válaszom, az, hogy nem változik semmi, ami a tulajdonosokat érinti. Itt egy apró változás csak annyi, hogy az önkormányzatok helyett január 1-től a Nemzeti Adó és Vámhivatal szedi be a gépjármű adót. Erről mindenki fog kapni egy határozatot, ami benne lesz a számlaszám, a fizetendő adó, annak az ütemezése, tehát mindenről kap tájékoztatást, és ebben még van is egy olyan jó hír, hogy az első részletet március 15 helyett április 15-ig kell csak befizetni. Akkor ez tényleg jó hír az autósoknak. Azonban mit kell tudni a jövedéki törvény változásáról? A jövedéki törvényben is komoly változások történtek 2021-ben. Egyrésztről a házilag, illetve bérfőzött pálinka 86 literig adómentes lesz. Ha már itt a vírusokról beszéltünk, akkor ezt is szerintem fontos kiemelni, illetve a dohánytermékek két lépcsőben drágulnak, januártól, illetve áprilistól. Ez egy uniós jogharmonizációs lépés, ami azt jelenti, hogy áprilisban fogjuk elérni az Európai Uniós minimum szintet ennek következtében. Nem csak a magánszemélyeket, de a cégeket is érintik a változások, mint például az ÁFA szabályozás. Mik a legfontosabb tudnivalók ezzel kapcsolatban? A általános forgalmi adóval is az ÁFA kérdésköre több oldalról is módosul. Egyrésztről az online számlarendszer az utolsó lépcsőjéhez ért, tehát 2021. január 1-től már a külföldieknek és a magánszemélyeknek kiállított számlákat is jelenteni kell a NAV felé. Ebből következik, hogy július 1-től a NAV már meg tudja csinálni a vállalkozásoknak az ÁFA bevallás tervezetét. Fontos kihangsúlyozni, hogy ez egy tervezet lesz, tehát mindenkinek, vállalkozásoknak úgy értem, jóvá kell hagyni, át kell nézni. Ez nem válik automatikusan bevallásra, mint ahogy a személyjövedelemadónál ezt megszoktuk. Ide kapcsolódik még szerintem, hogyha már a világjárvánnyal kezdtük, hogy mindenki sokat van otthon, egyre többet rendel, és szintén egy uniós jogharmonizációs lépés törvény következtében az online rendelésekre eddig volt egy
22 eurós minimális limit, ami alatt nem volt áfa köteles, ez július 1-től megszűnik, hogy erre majd érdemes lesz odafigyelni, illetve január 1-től az Egyesült Királyság nem tagja többé az Európai Uniónak, tehát figyeljünk, hogyha onnan rendelünk bármilyen árut, terméket, vagy oda küldünk ki, akkor ez mindenképpen adóköteles lesz. Igen, ez is egy fontos változás, és talán sokunknak eszünkbe sem jut, amikor éppen egy rendelésben vagyunk benne. De ha már az online számlázást említette, akkor mikor jár le ezzel kapcsolatban a türelmi idő? Van egy 3 hónapos türelmi idő, amíg a NAV csak figyelmeztet, felhívja a figyelmet a jogkövető magatartásra, és nem büntet. Ez minden egyes ilyen lépésnél úgymond szeretnénk, hogyha a jogkövető magatartásra ösztönözni a vállalkozókat. Az otthonteremtési programmal kapcsolatban mit kell tudni az önök szempontjából? Hát az otthonteremtési programnak 2 fontos lépését szeretném megemlíteni. Egyrésztről a lakásáfa, hogy 2022. december 31-ig az újépítésű lakások áfája újra 5% lesz 22 helyett, illetve a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási programja szintén adómentes lesz. Azt gondolom, hogy ez is sokaknak jelent segítséget akkor idéntől. Változás van viszont a kata rendszerében is. Mi ez pontosan, és kiket érint a katások közül? Hát a katások közül mindenkit érint, ugyanis minden magánszemélynek innentől kezdve, mármint hogy 2021. január 1-től csak egyetlen egy katás jogviszonya lehet. Itt nagyon sokan próbálták ennek a katásrendszernek a gyengeségeit kijátszani, ezt próbálja most a jogalkotó orvosolni. Egy bizonyos értékhatár, tehát 3 millió forint fölött 40%-os büntető adót kell fizetnie annak, aki egy vállalkozástól egy szolgáltatást rendel meg. Magyarul ez ilyen bújtatott munkaviszonynak volt eddig megfelelő. Itt van-e türelmi idő, vagy itt azonnal már szankciók lesznek? Hát szankciók lesznek, igen, de természetesen elsőként a NAV mindig arra törekszik, hogy a figyelmetlenségből, nem rossz hiszeműségből történt, akkor felszólítsa a jogkövetésre, kijavítsa a hibát, tehát egy önellenőrzést itt is lehet alkalmazni. Másrészt ugye ide kapcsolódik még a kisvállalati adó, az úgynevezett KIVA, ami 11%-ra mérséklődött, és mind a belépési, mind a kilépési értékhatára nőtt, tehát ez egy jóval kedvezőbben alkalmazható adó nem lett. És mi a helyzet akkor, hogyha az egyéni vállalkozását valaki szüneteltetni szeretné? Itt van a változás? Az egyéni vállalkozóknál szintén könnyítést alkalmazott a jogalkotó. Ha egy hónap és 3 év között tudja szüneteltetni saját egyéni vállalkozását. Ezek mind nagyon fontos változások és információk, amiket nagyon szépen köszönök, hogy megosztott velem és a nézőkkel, és beszélgessünk így legközelebb is, hogyha újra lesznek valamilyen változások, amik így szélesebb körben érintik a térségben élőket is. Köszönöm szépen a meghívást! Várjuk vissza ide a stúdióba. Vendégem volt Salgó Attila, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Pest megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referense. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!